Csenger, a román határmenti csendes kisváros Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az elmúlt két napban felbojdult itt az élet, miután kiderült, egy helyi nő közjegyzői okiratban hatalmazta fel Kósa Lajos akkori polgármester több mint 4 milliárd euró, azaz 1300 milliárd forint befektetésére. A helyiek szerint, akiknek a többsége azt kérte, hogy nem mutassuk az arcát, a család néhány évvel ezelőttig nagy szegénységben élt. Még pénzt is, még ruhát is adtam, semmi nem volt neki elég. Ez a nő azt mondja, a család egyszer csak azt kezdte terjeszteni, hogy hatalmas vagyont örököltek a feleség külföldön élő édesapjától. De többen nem hitték ezt el. Egyszer azt mondta, nyerte, egyszer azt mondta, hogy az apjától örökölte. Egy nagy kamu, egy nagy hazugság, mert azzal értette itt az egész utcát, még mikor itt laktak, hogy ő mennyi sok pénzt örökölt Németországból az édesapjától, és akkor jött nálunk, hogy a férjem vigye be Máté Szalkára, hogy menjenek az OTP-re. Kikötötték náluk a vizet, a villanyt, a gázt. Így van. Semmiük nem volt. Ez szerint a nő szerint kölcsönökből éltek. Mutatta a papírt, és bíztak benne, azoknak tartoznak. Stábunk elment a család házához is, ahonnan egy férfi jött ki. A család rokonaként mutatkozott be. Szerint az örökség igenis valódi. Egy dokumentumot is bemutatott, ami szerinte igazolja, hogy az örökség első részlete 2009-ben meg is érkezett Magyarországra. Nénak is, meg szárnak is 2 milliárd költési limite volt a számláján. A banki papíron viszont csak az olvasható, hogy a napi kártyás vásárlási limit több mint 2 milliárd forint. Ezt az összeget bárki szabadon beállíthatja magának a számláján, függetlenül attól, mennyi pénzt tart rajta. A férfi arról is beszélt, hogy hogyan ismerkedett meg a nő Kósa Lajossal. Ügyvédje ismerte Kósa Lajos úr ügyvédjét és gazdasági köreit, és valamilyen módon találkoztak, és valóban úgy történt, hogy megkeresték Kósa Lajos úrat üzleti tanácsadás szintjén, majd aztán ez barátsággá nemesült, és később ugye más okiratok is születtek. A férfi elismerte, hogy nyomoznak a nő ellen, és nemrég házkutatást is tartottak nála egy tartozás miatt. Szavai szerint emiatt lett egy hónappal ezelőtt öngyilkos a nő férje is. Azt mondta, a kialakult helyzet miatt pedig eldöntötték, hogy az örökséget nem hozzák majd Magyarországra.